Bár pár nappal ezelőtt a Népkerti Jégcsarnokban játszott egy egészen kitűnő felkészülési mérkőzést az ukrán és a magyar jégkorong válogatott, de klubszinten az U18-as magyar bajnoki döntővel ért véget a DVTK jegesmedvék számára a bajnoki szezon. Ehhez tehetjük még hozzá, hogy a 2021-22-es bajnokság volt az első, amit már akadémiaként teljesített a Miskolci klub. Ezekben a fontos témákban kértük beszélgetésre Egri Istvánt, a DVTK jegesmedvék elnökét. Az U18-as bajnoki döntővel ért véget klubszinten a szezon, mely során a székesfehérvári Ocskai Gábor Akadémia ellen játszotta a finálét a Verba Gábor vezetőedző irányításával szereplő DVTK Jegesmedvék U18-as, szintén akadémiai csapata. A beszélgetést a végül ezüstérmet szerző együttes szereplésével kezdtük a Jegesmedvék első emberével. Megkoronáztuk a tavalyi évet egy U20-as bajnoki címmel. Ez egy csodás érzés volt, mert ugye én is elég régóta, már évtizedek óta vagyok itt, de sajnos ilyen meghatározó korosztályban nem tudtunk még bajnoki címet nyerni, úgyhogy ez megint egy rendkívül fontos állomása volt a klubnak. És ő rögtön, ha úgy legyen kövér, akkor a következő szezonban, ebben a szezonban már az U18 játszott bajnoki döntőt. Ugye én azt szoktam mondani, hogy a bajnoki döntő lehet mindig a cél. Soha nem szoktam bajnokságot mondani, mert az a bajnoki döntőbe bejutó két csapat az bármelyik esélyes lehet általában a bajnoki címre, és titkon reméltem azért, hogy esetleg sikerülhet az U18-nak is, de nagyon szoros meccseket, mérkőzéseket játszottunk a Fehérvárral. Úgyhogy az, hogy most mi két évben és egymás után a Székesfehérvárral, Magyar Hokinak a fellegvára, vagy legnagyobb fellegvárával tudtunk játszani mind a két korosztályban, azért egy nagyon szép dolog, és én nagyon elégedett vagyok azzal, hogy az U18 is döntőt tudott játszani, meg is dicsértem a szakvezetőket is, a játékosokat is, az akadémiának a vezetőit is, a stábját is, mert ez egy nagyon nagy dolog, és én remélem, hogy ezt a hagyományt majd folytatják, és jövőre is így lesz. Vártuk ebben az évben egyébként az U20-tól is, vagy az U21-től is a döntőt. Sajnos itt azért a rendszer, a versenyeztetés rendszere nem igazán segíti azt, hogy a csapatok mindig a legjobb összeállításban tudjanak felállni. U16, U18, U20. Ezzel a három korosztállyal indult a DVTK Jegesmedvék akadémiai munkája, mely során már nem a tömegesítés a cél, hanem a másik három helyszínhez hasonlóan az, hogy minél több elitjátékos tudjanak az akadémiák a felnőtt csapatok rendelkezésére bocsátani. Az is egy rendkívül nagy öröm számunkra, hogy az U18-al már ott tudtunk lenni a döntőben. Úgyhogy az akadémia program számomra mindenképpen egy sikertörténet. Azt látom, hogy ebben a szűk, mert ugye tavaly július 1-én indult el az akadémia, lassan vég lesz már ennek a szezonnak, de az látható, hogy rendkívül jó munkát végzett az akadémiás stáb, kezdve az operatív igazgatótól egészen a segédedzőkig és a szertárosig és a stábnak minden tagjáig. Tehát rendkívül komoly, hatékony munkát végeztek, és azt láttam, hogy tényleg igazi olyan képzés folyt a DVTK-nál a három korosztályban, ami a célok érdekében, tehát hogy elit játékosokat neveljünk annak érdekében, folyt ez a munka is, és látszik is ennek a hatása. Ott vagyunk a két felső korosztályban, az U20-ban és a 18-ban mindenképpen a legjobbak között, és én remélem, hogy a 16 is fel fog tudni majd zárkózni melléjük, és jövőre akár már ennek majd hangot is adnak. Büszkén mondom, hogy mi már az első évben ugye egy olyan nemzetközi szintű tornát tudunk rendezni, 4 átcsoportos ország, jégkorongos ország 16 éves korosztályának a részvételével. Én nagyon sokat várok ettől a tornától, nagyon sokat dolgoztunk rajta, és remélem, hogy ez sikeres is lesz. Ugye már mi ezen kívül elindultunk abba az irányba, hogy a szlovákokkal, osztrákokkal közösen próbáljunk egy olyan bajnoki rendszert kialakítani, ami folyamatosan tenni ezeket a megvérettetéseket, nem csak kupa szinten, hanem folyamatosan az egész szezonban tudnánk ilyen szintű mérkőzéseket szervezni az U16-nak. Ugye itt azt látom, hogy az U20-szal azért különösebb probléma nincsen, mert ott sokan már fölfelé játszanak, és ott azoknak a játékosoknak a játék lehetőségeivel nincsen különösebb probléma. Itt a 18 és a 16, amiben mindenféleképpen lépnünk kell. Úgyhogy a tornán kívül próbálkozunk jövőre ebbe az új bajnoki rendszerbe előrelépni, hogy tudjunk egy folyamatos nemzetközi szintet produkálni. Most elsősorban a 16-ra gondoltunk.
Azon túlmenően mi megkötöttük ezt a megállapodásunkat a finnekkel, a HFK-val, ami a Finnországnak az egyik, illetve a legnagyobb klubja. Azért is esett rájuk a választásunk már a finn jégkorongra, mert ugye létszám vagy lakosság arányosan, vagy az ország méreteit figyelembe véve a világon a legjobb utánpótlással ők rendelkeznek. És az egy csoda, hogy egy 5 milliós ország ilyen szinten tudja az utánpótlását fejleszteni, és ilyen szintű játékosokat tud a végén kitermelni, hogy egy 5 milliós ország gyakorlatilag az olimpiai bajnok, és számtalan NHL-es játékosuk, és maga a topligájuk, a finn liga is a világ egyik legjobb ligája. Tehát az, amit ők tudnak az utánpótlás nevelésben és a kiválasztásban, az maga a csoda. Tehát én nagyon örülök annak, és ezt az utóbbi évek egyik legnagyobb fejlesztésének tartom, és a legfontosabb és legjobb lépésünknek tartom azt, hogy ezt a megállapodást meg tudtuk kötni. Ez a munka már el is indul májusban. Már májusban a mind a három korosztályból a legjobb játékosaink ki fognak utazni Finnországba az edzőikkel együtt, és hogy fognak eltölteni egy-egy hetet a Hoki Basen, tehát a HFK-nak a fejlesztő központjában, azokkal az edzőkkel, azoknak az edzőknek az irányításával. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezek olyan élményekkel fognak hazatérni, meg olyan módszereket fognak tanulni, meg abban a közegben fognak tanulni, hogy ez biztos, hogy a pályafutások további részére ez nagyon nagy és nagyon jó hatással lesz. Ők is fognak idejönni hozzánk, azok az edzők fognak itt is fölméréseket csinálni, edzéseket tartani. Tehát nagyon bízom abban, hogy ez a szerződés, ez a kapcsolat, ez minket még jobban előre fog tudni vinni, és meggyorsítja a fejlődésünket. A kiemelt elit képzést kapó akadémiai korosztályok mellett természetesen a még fiatalabbak is szép létszámmal terelik a pakkot a Népkertben. Az is természetes, hogy rájuk is hatással lesz az, hogy elkezdődött az akadémiai képzés Miskolcon. Ott van az U14, az U12, az U8, U10 és a még kisebbek. Hát ott is próbáljuk most a következő szezonban már egy olyan munkát végezni, hogy az akadémia szakmai stábja és az utánpótlás, a maradék után, vagy úgy mondom az alatta lévő a preakadémiai rendszernek a fejlesztését valahogy összhangba hozzuk. És azt már látjuk, hogy az akadémia önmagában nem tud működni. Ugye fölfelé mindenképpen szüksége van a felnőtt csapatnak a fogadókészségére és az ott szerzett tapasztalatokra, és akkor rendkívül fontos, legalább olyan fontos, mint az akadémiai program az, hogy a kis korosztályokat is már úgy készítsük föl, hogy az U16-ban, amikor bekerülnek, akkor azok a játékosok, azok egy folyamat részei legyenek, és ne egy új világba érkezzenek, hogy lássák azt, hogy majd, ha jól teljesítek, akkor én milyen szintet tudok elérni, és hova tudok majd becsatlakozni. Úgyhogy ezen dolgozunk a következő szezonban. Az edzőink értik ezt, érzik ezt, a szakmai vezetés, a szakmai stáb is tudja ezt. Sajnos nincsen elég sok jó képzett edző, úgyhogy a finn kapcsolatból azt is várom, hogy majd ezen az együttműködésen keresztül a mi edzőink is szintet fognak tudni lépni, és megértik azt, hogy milyen módszerekkel és hogy kell dolgozni azon, hogy még mindig jobbak legyünk, jobbak és jobbak legyünk. Mindezen folyamatok eredményessége jó értelemben haszna később kamatozhat majd, de természetesen a jelenben is vannak említhető szép sikerek. Az U19-es válogatott összetartásán pöstjéni felkészülési mérkőzésén 8 DVTK Jeges Medvék Sportakadémia játékos kapott meghívót, így Galajda Zsombor, Matyasovszki Gergely, Farkas Olivér, Hadobás Zétény, Illés Márton, Károly Róbel, Gracl Gellért és Molnár Márk öltette magára a címeres mezt. De az előttünk álló napokban is az utánpótlásé lesz a főszerep, ugyanis április 21 és 24 között a Népkerti Csarnok ad otthont az első Vipassana DVTK Ice Hockey Cup elnevezésű U16-os nemzetközi utánpótlás tornának. Itt 4 top európai utánpótlás együttes, Helsinki, Salzburg, Kassa és Prága csapatai mellett a Székesfehérvári Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia, az Újpest, a Budapesti Jégkorong Akadémia és a DVTK Jeges Medvék korosztályos együttesei vesznek részt. Április 22-én csütörtökön 15 órakor a megnyitóval indul a program, 15 óra 30-kor pedig az első találkozón a DVTK Jeges Medvék Helsinki mérkőzésen indul útjára majd a korong. 2x20 perces mérkőzésekkel tornarendszerben küzdenek a csapatok a vasárnapig tartó utánpótlás tornán a Népkerti Jégcsarnokban.